Jó estét! Bemutatok egy eladó 3-as BMW-t. Ott a két kulcsa. És ott a forgalmi. Amiket most bemutatok dokumentumokat, azokat fel is fogom tölteni a használt autó.hu-ra. Ott majd tudnak olvasgatni. Egy forgalmi alapján onnan lehet megtudni, hogy az autó Magyarországon újonnan vásárolta vagy nem. Van a B betű, az az első forgalomba helyezés. És van az I betű, az az első magyarországi forgalomba helyezés. Itt lehet látni, hogy 9 hónaposan érkezett Magyarországra. Ott az albászám, az alapján leinformálható. És mutatom a pontos extra listáját. Ezt, hogyha beírják az internetre ezt a színt, akkor találnak többféle módon körbefotózott autót, hogyha a színre vannak kíváncsiak. Egy jó tanács. Én autókereskedő vagyok, és amikor beszámolok vagy megvásárolok egy autót, akkor én megmutatom, hogy ezeket hogy szoktam én visszaigazolni magamnak. Nyilván amikor már egy 5, 6, 7, 8, 10 éves autóról van szó, ott 10-ből szinte 10-szer nem viszik el 2-3 évesnél, 2-3 éves koránál túl a BMW szervizbe, úgyhogy vagy van róla számla a javításokról, vagy nincs. Ezt legegyszerűbben úgy tudják visszaigazolni, hogy felmennek az internetre, oda beírják, hogy rendszám, na majd mindjárt, rendszám lekérdezés, oda rámennek, ide be kell regisztrálni, ügyfélkapu, ez a kav.gov.hu. Én nekem számomra ez hitelesebb, mint egy szervizkönyv. Oda beírjuk azt, hogy NJN 001 keresés. Azt mondja, hogy itt rámegyünk, futás teljesítmények, és itt van az összes regisztrált kilométer futás. Itt lehet látni, hogy 9 hónaposan jött 24 000 kilométerrel.
Ezeknek az autóknak mind úgy van az előírás, hogy 2 évente vagy 30 vagy 25 ezer kilométerenként kell vinni szervizbe. Ez a rendszer, ez ugyebár 2 évente el kell vinni műszakira, pont ugyanott vagyunk, mint egy szervizkönyvvel. Csak itt, hogyha rámegyek a műszaki mindjárt ide, akkor itt tudok nézegetni képeket, hogy annó nyilván itt le van fotózva a motortér, attól, hogy és ez számomra ez ezért hitelesebb. Meg itt rá tudok menni olyan, hogy biztosítás és kártörténet, és itt kiírja, hogy 19 után volt neki valamilyen bejegyzett kár története. De ezt én egyszerűen ki tudom nyomozni, mert van festékréteg vastagságmérőm, és körbemérem. Ezt az autót körbemértem, ez 100%-ig gyári. Ez a 18-as kereke. Így. És jár hozzá 16-os téli kerék. Hát ez még ilyen 60% környéki. Ez egy telet még biztosan kibír. Többet nem. Napfénytetős. Azaz dupla panorámatetős. Így. Az autót most számoltam be egy szinte új autóba. És majd mindjárt bemutatom, hogy hát léteznek csodák. X-Drive-os. Léteznek csodák, hogy hogy is lehet vigyázni egy autóra, hogyha valaki akar. Kilincsvilágítás. Sötétített ablakok. Elmutatom, talán az egyetlen és a legnagyobb sérülés. Nyilván van rajta pár kavicsfelverődés, ezekre kell számolni, de az a kavicsfelverődéseken kívül van rajta egy ilyen horzsolás. Azért nem lett megjavítatva, mert az autó még nem volt soha fényezve, és ez a kis ilyen féltenyérnyi horzsolás, ez bántja az ember szemét, de ez így még teljesen gyári. Anno, amikor lett vásárolva az autó, akkor őrajtuk keresztül lett megvásárolva. Ez valószínű prémium selectionös autó volt. Az azt jelenti, hogy maga a BMW szándékosan importál 1 és 3 évnél, vagy 1 és 3 év közötti autókat, hogy tudja népszerűsíteni a márkát. Ez egy üzleti húzás tőlük. Most mondhatom a belsejét. Ott van már rögtön az 5 darab kis érzékelő, az a kulcs nélküli nyitás és kulcs nélküli zárásnak a érzékelői. Na! Nevezzük az előző tulajt Tamásnak. És csak ennyit mondok, hogy Tamás, számodra egy mellszobrot kellene állítani a főtéren, mert erre kevés ember képes, aki így megőrzi az autóját. Az autóhoz van gyári BMW szőnyeg,
és megvan hozzá az alatta lévő gyári világos szőnyeg. Na, én ma egész nap Tamást emlegettem, hogy az Istenbe lehet megőrizni így egy autónak az állapotát. Én nekem nagyon könnyű, és könnyen tudok vélekedni, mert hát bőven 1000 eladott autó után mondjuk úgy, hogy ismerem a piacot, és nagyon jól tudom azt, hogy amikor eladnak egy autót, akkor azok hogy szoktak, mennyi kilométernél milyen állapotban szoktak lenni. Én úgy tudom megfogalmazni, hogy ezt más is értse, hogyha elmennek megnézni 10 darab, és ne nézzük ezt a kilométert, hanem nyugodtan hasonlítsuk össze a sokkal kevesebbet futott autókhoz. Tegyük fel, nézzenek meg 10 darab 50 és 150 ezer kilométer közötti autót, akkor biztos vagyok benne, hogyha én leszek az utolsó, akkor azt fogják mondani, hogy 10-ből vagy ez a legszebb, vagy ez a második legszebb. Vannak ilyen autók, mert vannak ilyen autók, akiknek ilyen szerencsés helyzetük van, mint ennek az autónak, hogy jó tulajdonosa volt végig. Itt is van gumi tálca, és alatta van az érintetlen szövet. Biztos emlékeznek, hát ilyen 2019 tájékán volt egyfolytában a tévében az a reklám, hogy megy az Audihoz a hölgy, és akkor a lábát meglendíti ott lent, és kinyílik. Hát, ez nem 2019-es autó, és mégis tudja. Ezt is külön ki lehet nyitni. Így. Ez azért van, mert amikor hosszú útra megy az ember és bepakol, akkor innen fentről könnyebb kezelni a cuccokat, amiket belepakolunk. Könnyebb kivenni, kinyitom az ajtót, akkor nem esik ki a fele, stb. Stb. Milyen szép. Amúgy egy felni mindig sok mindent elárul. Méghozzá a felnének a belseje. Hogyha nagyon ritkán mossák az autót, akkor a felnének a belseje, ott bent, ott bele van égve hirtelen akartam mondani, ez a korom, vagy a fékpor. Mert ott nem szokta senki mosni ott belül. És ebben nem, nincs beleégve. Meg tudom mutatni a... Nyilván az elsőnél jobban kijön, mert ott több a fék por, és olyan tiszta. Itt nincs az, hogy karácsonykor lemosatták, és ennyi elég neki. Nem, ez végig garázsban állt. És a kedves Tamás szerette is, nem csak használta. De menjenek el, hogyha tehetik, menjenek el, nézzenek meg 10-et, és akkor egyértelműen fogják tudni azt, hogy Tamás az megérdemli a mellszobrot,
a főtér közepére, vagy nem. Most nyilván ezt elviccelődöm, de higgyék el, nagyon ritka, amikor ilyen jó minőségű autót talál, vagy vesz az ember. Napfénytető, mindjárt megmutatom. Az ide a hátul ülök. Ja, és általában úgy szokott lenni a belső térnek a színvilága, hogy odáig a idáig világos, idáig, úgy, és onnantól felfele, ott az övcsat, az már fekete. És amikor van egy egyedi rendelésű autó, mindez, akkor ezt lehet kérvényezni, hogy a beltér az még világosabb maradjon. Ez a hátulja, ez fix. Ez pedig nyitható, buktatható és hátra tolható. Elől hátul parkolóradar, hátul tolakutó kamera is. És itt ez a nagyobbik iDrive, ez jelenti az iDrive-ot, és hogyha megnézik a többi autót, akkor ebből ez a sarkosabb, ez a nagyobbik, és van ebből egy picivel kisebb, de hogyha valaki jól rá tud nagyítani, akkor az egyértelműen fogja látni, hogy ez kicsi vagy a nagy. A nagyobbik sokkal könnyebben kezelhető, és a menürendszere is gyorsabb és részletesebb, úgymondva. Van hangulatvilágítás. Úgy. Ez mind a négy ajtókárpitban. Itt a műszerfal alatt is van. Most így valószínűleg a YouTube le fogja rontani a videót, és nem fog annyira átmenni. De mindenhol van hangulatvilágítása.
van álló szellőztetés, ez egy nagyon jó dolog. Például, hogyha kihagyom napon az autót, akkor, és tudom azt, hogy 5 órakor jövök ki, akkor beállítom, hogy 4 óra 55-kor kezdje el a levegőt cserélni, és akkor nem a felforrósodott autóba ülök be, hanem a kinti hőmérsékletű autóba. És ami kifejezetten ritka, az, hogy a futóműt lehet állítani. Ezt úgy tudják megnézni, hogy belépnek a sportba, és amit lehet konfigurálni, azt lehet állítani. Itt nem az a lényeg, hogy tudom keményíteni, hanem már alapból van a sima futómű, és ez az állítható futómű. És amikor alaphelyzetben vagyunk, akkor a sima futómű az pattogós. Az ilyen sima, egyszerű. Ez az állítható futómű, és ez sokkal kényelmesebb. És itt még egyszer nem a sportmód a lényeg, hanem az, hogy a mindennapi utazást ezt sokkal szebbé teszi, kényelmesebbé. Van már gurulás funkció ebbe. Csomagtérfedelet be lehet állítani, hogyha valaki mély garázsban parkol sokat, akkor be tudom állítani, vagy hogyha valaki alacsony növésű, akkor be tudom állítani, hogy meddig nyíljon ki. Most van benne 129.449. Ez minimálisan változni fog, úgyhogy várom a jelentkezésüket. Akármilyen kérdésük van, hívjanak nyugodtan, igyekszem segíteni. Viszlát!